Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Hogy elnök úr is mondta, árstopp mellett hiánystoppot is hirdethetne a kormány. Meddig tartja a létbizonytalanságban a kormány a benzinkutakat üzemeltető hazai vállalkozásokat? Kinek szánják az ellehetetlenített benzinkutak üzemeltetési jogát? Jogos lehet az a kérdés is, hogy az idei aszály vagy a rossz kormányzati intézkedések a felelősek a vidéki benzinkutak elapadásáért. Az egész országot érintő problémát gerjesztett mára, azaz egy éve tartó kormányzati intézkedés, a 2021. évi 130. törvény, a veszélyhelyzete összefügg egyes szabályozási kérdésekről szóló rendelkezése, miszerint köteles üzemszünetet hirdetni annak az üzemanyagtöltő állomásnak az üzemeltetője, amely a fogyasztókat nem tudja kiszolgálni 48 órán keresztül hatósági áras üzemanyaggal. Sokkal aggasztóbb azonban ennek a törvénynek a szankciós része, ami felhatalmazza a kormányt, hogy vizsgálat után kijelölhessen más szolgáltatót az üzemszünetet bejelentő benzinkút üzemeltetésére az érintett üzemanyagtöltő állomás 30 kilométeres vonzáskörzetében lévő, a lakosság igényeinek a kielégítésére alkalmas, nyilván tartott szolgáltatót az érintett üzemanyagtöltő állomás üzemeltetésére. Többek között ezeknek a rendelkezéseknek is köszönhető az a kaotikus állapot, hogy az ország nagy részén ma már csak 5-10 liter üzemanyagot lehet egyszerre tankolni, de egyre több az olyan jelzés, hogy sok magánbenzinkúton már csak 1-2 liter üzemanyagért lehet sorban állni. Ennek az oka egészen egyszerű, hiszen egyik kisvállalkozó sem szeretné, hogy elvegyék tőle a több évnyi vagy évtizednyi munkájának a gyümölcsét és eredményét, és csak így tudja áthidalni az elégtelen beszállítást. A fehér kutak jellemzően a tavaly ilyenkori üzemanyag mennyiségükhöz képest annak csupán az 1%-át kapják, vagy még az sem, hiszen több üzemanyagtöltő állomás arról számolt be, hogy elmúlt 2 hétben nem kapott üzemanyag utánpótlást, és az elkövetkezendő 2 hétben is ugyanez várható. Hiába kötöttek, úgy látszik, a MOL-lal ellátási szerződést. Szintén köszönhető, hogy még a MOL és a kormány több százmilliárd forint nyereségre tett szert, és a mai napig hasznot húz minden egyes eladott liternyi üzemanyagból, addig a kutakat üzemeltető vállalkozások az utóbbi egy évben csak veszteséget tudtak elkönyvelni minden egyes literre, és más vállalkozásaiból próbálják fenntartani az üzemanyagtöltő állomásaikat, de természetesen ez is véges, ez sem lehet örökké így fenntartani. Ezekkel a rendelkezésekkel egy éve létbizonytalanságban tartanak több mint 1000 vállalkozót, illetve az alkalmazásukban álló több ezer családot. Ezzel a törvénnyel a kormány megteremtette a feltételét a kisbenzinkutak ellehetetlenítésének, felszámolásának és a lehetőségét annak, hogy egy esetleges nagyobb, erősebb piaci szereplő könnyedén hozzájusson az ellehetetlenített üzemanyagtöltő állomásokhoz. Ezek a rendelkezések azonban nem szólnak arról, hogy mi történik akkor, ha az elégtelen nagykereskedelmi ellátás miatt nem tudják kiszolgálni a vevőket, és nem szólnak arról, hogy milyen szankciók sújtják például a MOL-t, aki egyed uralkodó beszállító a magyar üzemanyagpiacon, ha nem tudja kiszolgálni az igényeket, ezzel veszélyeztetve igazán az ellátás biztonságot. További aggodalomra ad okot, hogy a MOL sajtóhírek szerint a napokban 143 hazai benzinkutat adott el egy csehországi piacvezető benzinkút üzemeltetőnek, az Orlen Unipetrolnak. A hazai kis- és középvállalkozások és a magyar családok védelmében elvárjuk, hogy azonnali lépésként a kényszer üzemszünet helyett arról rendelkezzen a kormány, hogy a MOL egyedüli hazai üzemanyag nagykereskedőként biztosítsa az üzemanyagellátást és utánpótlást a kiskutak számára, és helyezzék hatályon kívül a kivéreztetett kiskutak végső keneteként értelmezhető kényszer üzemszünet elrendelésének a lehetőségét is, hiszen pont ezzel lehetetlenítené el a vállalkozások és a nekik dolgozó munkavállalók mellett a vidéki lakosságot is a kormány. A MOL, mint a hazai üzemanyagellátás főszereplője, gyakorlatilag teljhatalommal bír az üzemanyag nagykereskedelmi kiszolgálásban is, hiszen önállóan döntheti el, hogy mely kutaknak és milyen üzemanyagot ad. Mindezt teszi kormányzati jóváhagyással, hiszen semmilyen szabályozás nem köti a kormány részéről. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné elérni, hogyha a kormány megpróbálná a lehetőségét legalább megadni annak, hogy a független kisbenzinkutak is továbbra is fent tudjanak maradni, továbbra is tudjanak érvényesülni, hiszen hogyha velük kevesebbek leszünk, akkor a vidék lesz megint kevesebb. Köszönöm szépen!